Nem alaptörvényellenes és nemzetközi szerződésbe sem ütközik a Paks 2-ről szóló 2015-ös törvényben szereplő 30 éves titkosítás. Így döntött 6 év után az Alkotmánybíróság. Közben az is kiderült, hogy csúszhat a Paks 2 beruházás, mert szakember hiány miatt nehezen halad az engedélyeztetés. Keresztes László Lórántot kérdezzük. Jó estét kívánok! A felvezetőből nem a leglényegesebb, de azért lényeges, hogy 6 év után döntött az Alkotmánybíróság. Ez azért túl sok jót egyébként az ilyen típusú ellenzéki kezdeményezésekre amúgy sem ígér, nem? 6 évet kell várni, és azt mondták, hogy rendben van. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Hát minden szempontból megdöbbentett minket ez az eljárás és ez az eredmény, amire jutott az Alkotmánybíróság. Hát ahogy mondja a szerkesztő asszony, hogy valóban az egészen elképesztő, hogy 6 évet kell várni egy ilyen döntésre. De másik oldalról pedig az, hogy ez az Alkotmánybíróság nem tartja problematikusnak, hogy gyakorlatilag a társadalmat elzárják az információkat elzárják a társadalom elől. Ez megdöbbentő, főleg annak figyelembevételével, hogy egyre több viharfelhő gyülekezik a paksi beruházás fölött. Mi már évekkel ezelőtt elmondtuk, hogy akkor is látható volt, hogy egyre több sebből érzik ez a beruházás, és most olyan aktuális fejleményeket figyelhetett a magyar közvélemény, amelyek aggasztóak. Ugye a belorusz erőmű, ez egy hasonló technológiája, vagy nagyon mondhatjuk, hogy egy testvére a tervezett paksi blokkoknak, és ott ugye egyre több meghibásodást lehet látni, és sajnos itt az elmúlt időszakban a döbbenetes események, a horvátországi földrengések is olyan kérdésekre hívták fel ismét a figyelmet, amelyek a paksi beruházás biztonságával, a földrengés biztonságával vannak összefüggésben. Hát, hogyha ilyen ütemben halad ez a beruházás, mint ahogy most, akkor mondjuk ettől a veszélytől nem kell tartanunk, hogy mennyire lesz földrengés biztos mostanában, mert hogy ugye korábban arról volt szó, hogy 2023-ra a két új blokkból egy már termelni fog, ehhez képest nagyon-nagyon nagy a lemaradás, és ugye ilyen szempontból is érdekes az, hogy alapvetően nincs elég ember ahhoz, hogy engedélyezzék Paks 2 terveit, ugye itt több tízezer oldalnyi dokumentumot kell átnézni, amikor is kiderült, hogy az illetékes hivatalból elbocsátottak embereket, és létszámstoppot is rendeltek el. Ez így nem tűnik túl logikus kormányzati döntésnek. Lehet benne valami háttérlogika mégis? Nem tűnik logikusnak, de ijesztőnek tűnik. És egyébként az a fejetlenség is, ami a kormány holdudvarában látható. Ugye eddig tudtuk legalább, hogy kifelel a kormány berkeimből az energiapolitikáért, ugye Kaderják Péter államtitkár vezette az energiapolitikai államtitkárságot. Most kb. Két héttel ezelőtt mindenki számára megdöbbentő módon megszüntették ezt az államtitkárságot, tehát most még azt sem tudjuk, hogy a kormányon belül ki a felelős ennek a fontos területnek. Tehát ez mindenképpen ismét csak bizalmatlanságra ad okot. És a másik oldalról ezeket az aktuális fejleményeket látva, ismét csak visszakanyarodva az Alkotmánybíróság döntésére, elmondhatjuk azt, hogy egy ilyen döbbenetes mértékű, több ezer milliárdos beruházás, ami alapvetően határozza meg egy generációnak a jövőjét, és el is adósít egy generációt, ez nem vihető végig úgy, hogy nem bírja a társadalomnak a bizalmát, nem bírja a társadalom támogatottságát. Na, ide majd térjünk vissza, mert akartam kérdezni, hogy egy esetleges kormányváltás után az ellenzék mit kezdene ezzel az egész paks csomaggal, de még egy picit arról, hogy van, aki azt gondolja, hogy nem véletlen, hogy a kormány most annyira nem kapcsol turbósebességre a Paks 2-vel kapcsolatban, mert hogy egyre kevésbé előnyös az oroszokkal kötött megállapodás, mert hogy ugye annyira magas a kamat, hogy mi azt általában más hitelekkel váltjuk ki, és ugye most meglátjuk a rekordmagas államadósságot, aminek különösen nem tenne jót még egy ilyen beruházás. Tehát lehet, hogy nem fog nyíltan kifarolni, de valójában már az Orbán kormány sem annyira nagy lelkesíve ennek a beruházásnak? Igen, valóban ugye, mondjuk jogosak lehetnek az ilyen feltételezések, és hogyha megnézzük a miniszterelnöknek a reakcióit, hogyha ezek a kérdések kerülnek szóba, akkor látható, hogy ő is mintha kezdene kifarolni belőle. Ugye több alkalommal próbáltam felhívni a figyelmét ezekre a problémákra, és arra, hogy ők mondhatjuk, hogy hazugságokra alapozva indították el ezt a projektet, és adták oda pályázat nélkül az oroszoknak, és mindig mossa a kezeit, hogy hát van a kormányban egy szakminiszter, aki a bővítésért felelős, de az azért legyen világos mindenki számára, hogy ez egy olyan gigantikus projekt, hogy ebben a kérdésben a miniszterelnök szava az irányadó. Tehát azt mi el tudjuk mondani, hogy hosszan sorolhatjuk a hibás döntéseket, amelyek megalapozták ezt a projektet, és amelyek ezt a helyzetet eredményezték, hogy ezekért a hibás döntésekért alapvetően a miniszterelnöknek személyesen kell vállalni a politikai felelősséget. Tehát ezt nem kenheti rá egy szakminiszterre.
De ugye az teljesen világos, hogy ezeket a hazugságokat már nem tudják tartani. Ugye azt mondták, hogy azért kapják meg pályázat nélkül az oroszok ezt a gigantikus projektet, mert egyedül ők alkalmasak ezt elvégezni. Hát aztán kiderült, hogy nem. Tehát óriási csúszással tudták a terveket leszállítani. Ez személyesen megdöbbentő volt számomra, hogy még 2019 nyarán Süli János minisztert én magam kérdeztem egy parlamenti bizottságba, hogy mikor kezdődhet meg az engedélyezés, és azt mondta, hogy fogalma sincs, és hogy az oroszok most tanulmányozzák a magyar műszaki környezetet. Hogyha ezt összevetjük azokkal, amikre most megint csak döbbenetes hírek, amiket hallottunk, hogy az Országos Atomenergia Hivatalnak kapacitás problémái is lehetnek pont az említett kormány döntések miatt, hogy ezt a valóban több tízezer, hanem több százezer oldalas bonyolult dokumentációt áttekintsék, akkor láthatjuk, hogy itt a nagyon komoly káosz. Mennyi pénzünk áll eddig Paks 2-ben? Mondom, hogy pénzünk, mert ez a mi pénzünk. Hát több 100 milliárd forintra becsüljük mi azokat az összegeket, amiket elköltöttek. Ugye itt egy nagyon kedvezőtlen hitelkonstrukciót kiváltottak egy piaci hitellel, de láthatjuk, hogy ugyan még a fő elemeknek, a blokkoknak az engedélyezése most még a kanyarba sincs, azt ugye láthatjuk a hírek alapján, de már azért olyan előkészítő beruházások, tehát különböző felvonulási épületek elindultak, és sajnos ugye az iméti riportban is hallhattuk, hogy ki a kedvenc kivitelezője a jelenlegi kormányzatnak, hát láthatjuk, hogy Mészáros Lőrinc cégei, vagy éppen Mészáros Lőrinc gyermekeinek cégei sorra nyerik a kapcsolódó közbeszerzési eljárásokat. Nyilván bármennyire is kritizálja az ellenzék ezt a beruházást, és azért valószínűleg ebben olyan nagy vitája nem lenne az ellenzéknek, hogyha kormányra kerülne, hogy ez így nem jó ez a beruházás, de nem is lehetne egy tolvonással leállítani. Egyáltalán tudjuk, hogy mennyibe kerülne leállítani, vagy kiszállni ebből? Sajnos nem. Ezért is a legnagyobb probléma, hogy a társadalom számára nincsenek információk, de azt sem tudjuk megbecsülni, hogy ez milyen károkat okoz. De az biztos, hogy a kármentés szempontjából, hogy nekünk nagyon határozott álláspontunk, hogy ezt a projektet le kell állítani, és azt el tudom mondani, nyilván az ellenzéki pártok között már van kommunikáció, tehát készülnek ellenzéki programok, szakpolitikai állásfoglalásokat ütköztetünk, és ugye vannak olyan ellenzéki pártok, akik atompártiak. Tehát például a Jobbik kifejezetten támogatja a nukleáris energiát, de azt elmondhatom, hogy konkrétan ezzel a projekttel, ezzel az oroszoknak pályázat nélkül kiadott paksi projekttel minden ellenzéki pártnak problémája van. Tehát az, hogy ez így nem jó, és ez így nem vezet eredményre, abban mondhatjuk, hogy valóban nagy szerkesztő azt is elmondta, hogy teljes egyetértés van az ellenzéki oldalon. Akár abban is, hogy még fizetünk is azért, hogy ebből kiszálljunk? Én azt gondolom, hogy a felelősség az nem elkendőzhető, tehát óriási felelőssége van Orbán Viktornak személyesen és a kormányának. Hát jó, de ilyen ügyben ugye nincs személyes felelősség. Én azt gondolom, hogy itt azt kell mérlegelni, hogy a költségeket, a veszteségeket minimalizáljuk. Tehát azt kell megnézni, hogyha ez a projekt tovább megy, akkor mennyi lesz a veszteség, illetve hogyha van egy ilyen exit pont és kiszáll az ország ebből a projektből, akkor mennyivel lehet csökkenteni ezeket a veszteségeket. Mindig egyébként ez hol van ez a már hogy a beruházás előre haladottságában ez a kiszállási pont? Hát én, ugye az látható, hogy még az engedély sincs meg, tehát különböző felvonulási épületek, az alapozáshoz kapcsolódó munkálatok. De mondjuk, ha most belehúznának esetleg a választásokig. Hát ugye azt láthatjuk, hogy már most késlekedés van, tehát az OAK is jelezte, hogy valószínűleg az eredeti határidőnek megfelelően nem fogják kiadni az engedélyeket, és hogyha azt nézzük, hogy korábban, hogy egy 2018-as építéshez egy 2023-as beindítás kapcsolódott, akkor láthatjuk, hogy itt érdemi munka elképzelhetően a választásokig nem is fog megvalósulni. Szóval kiszállni még ki lehetne, csak nem tudjuk, hogy mennyire. Én azt gondolom, hogy aki a nemzet érdekeit képviseli az ügy kapcsán, az azt mondja, hogy ezt a projektet le kell állítani, hiszen az atomenergia sem nem zöld, sem nem olcsó, és sem nem biztonságos, és vannak alternatívája a nukleáris technológiának. Fontos volt, hogy erről beszéltünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Ne menjenek messzire, mert a reklám után jövünk vissza.